Üdvözöljük Önöket a heti egy hetényi sorozatunk első részében. Azzal a céllal indítjuk el az epizódokat, hogy bemutassuk a helyi termelők és szolgáltatók gazdag tárházát. A mai adásban a Camelot Auto Restaurator cégről lesz szó. Camelot Restorations, ez a neve, amit nagyon szeretnek, amikor számlát írunk, mert úgy kell lebetűzni. Az a baj, hogy amikor megálmodtuk az egész vállalkozást, akkor azt vizionáltuk, hogy majd itt német, francia, angol, mi egymás ügyfelek jönnek, és őnek is sokkal egyszerűbb lesz Camelot, ugye Arthur király vára, és mi angol autókkal kezdtünk. Na valahogy így született ez a név. Most már rajtunk ragadt annak ellenére, hogy egyébként ennek mai nappal semmiféle relevanciája nincs, az ügyfeleinknek a többsége, hál' Istennek, hazai magyar embereknek dolgozhatunk. Ja, autókat restaurálunk, ez 20 évvel ezelőtt egy nagy ötletnek látszott, meg egy különleges ötletnek látszott. Ma már elég sokan művelik, akkoriban ez azt mondom, hogy elég ritka dolog volt. Most azt mondom, hogy minden bokorba terem, de ma azt gondolom, hogy kiépült az ipar, de hát ebben benne vagyunk 20 éve. Az ötlet honnan származik? Ezt el szoktam mondani, akik kérdezik, valójában ez nem a saját ötletem volt, én teológiát meg filozófiát hallgattam az egyetemen, aminek nem sok köze van az autókhoz, gépekhez, mi egymáshoz. Be is voltam állítva erre a vonalra, tehát én tanársegéd voltam az egyetemen, óraadó voltam az egyetemen, tehát úgy látszott, hogy édesapám szintén tanított az egyetemen, tehát úgy a értelmiségi család, értelmiségi gyerekkel pályán futottam elég rendesen. Aztán egy dologra jöttem rá az egyetemen belül, hogy általában a tanársegédeknek a közepes képességű hallgatókat választják ki. Ugyanis attól nem fél az egyetemi professzor, hogy elveszi a helyét, és amikor arra gondoltam, hogy ezen jót mosolyogtam persze, azért az ember rájön, hogy közepes képességű emberekből lesz tanársegéd, aztán rájöttem, hogy én is tanársegéd vagyok. Ebből kifolyólag itt pályát kellett módosítani, mert nem szeretek közepes dolgokat csinálni, tehát hogy középszerűnek lenni, az nem. Tehát ha futottak még kategóriába betagozódni, az nem működik. Tehát hogy legyen inkább kicsi, savanyú is, de az akkor olyan legyen, amiben én jól tudok lenni. Na, ebből lett az autózás. Egyébként közben ezzel párhuzamosan apósom meglepett bennünket, volt egy Trabantunk, amiből elegünk volt, nem részletezném, de hogy apósom meglepett bennünket egy autóval, vett nekünk egy kis angol autót, egy kis Austin Metrót. Amiben az a jó, hogy nagyon sokáig kéne gondolkodnom rajta, hogy mi a jó benne. Nincs jó benne. Tehát az egy retek, egy borzalmas, egy szörnyűség, egy nincsenek rá szavak. És volt, tehát, hogy nem mindegy. Ráadásul egy ilyen autóval rendelkezel, amit megveszel, és a vásárlás napján tönkre megy, mert ez egyébként történelmi tény, és rájössz, hogy nincs ember, aki elvállalja. Illetve egy ember volt Pécsett, aki vállalt ilyen öreg angol autót, Gerner Sanyi bácsi, Isten nyugosztalja, 70 fölött volt, és valójában rájöttél hamar, hogy akkor dolgozik, amikor te ott vagy. Abba a pillanatban, hogy kiteszed a lábad, visszamegy a tévé elé, és nem történik az autóddal semmi. Úgyhogy egy idő után az lett a rendszer, hogy én oda jártam dolgozni, majd kifizettem neki a munkát, amit én elvégeztem, és hazavittem az autót. De közben megtanultam a szakmát. És egyébként kiváló kapcsolatba kerültünk Sanyi bácsival, tehát nem akarom bántani, tényleg már sajnos nincs köztünk. Na és akkor így lett valahogy, hogy elkezdtem tanulni, és rájöttem, hogy ellentétben az egyetemmel, ahol középszerű vagyok, ebben a szakmában azért azzal, hogy beszéltem nyelvet, hogy tudtam mégiscsak valahol egyetemi szinten hozzáállni ehhez az egész történethez, probléma megoldásba, jövőképbe, vállalkozásképbe, stb. Úgy tűnt, hogy abban a közegben ebben ez jó. És ráadásul rájöttem, hogy én végül is legós fajta gyerek vagyok, tehát én kölyök koromban én állandóan legóztam, állandóan mindig gründoltam. És nem azt élveztem, hogy összerakom a hajót, és akkor játszogatom, meg tologatom, hanem összeraktam a gépet, és akkor következő. Építettem. És marha jól éreztem magam a műhelyben, és sokkal jobban éreztem magam a műhelyben, mint az egyetemen. És ez valahol így megszülte azt, hogy most itt vagyok, és körbevesznek ezek a járművek.
Szóval valahogy így kezdődött, apósomtól kapott ócskavassal, amit aztán elkezdtünk szerelgetni, aztán kitanultuk a szakmát, aztán mikor az úgy nagyjából már működőképes lett, akkor rájöttem, hogy hát azért ebben van még tovább, meg akár lehetne olyan járműből is kiindulni, ami eleve szerethető, tehát hogy nem úgy indul, hogy egy rakás ócskavas. És akkor elkezdett úgy magától fölépülni egy olyan kör, aki elkezdett hozzám hordani. Akkor még nem is feltétlenül abba gondolkodtam, hogy másoknak, hanem hogy magam csinálok, akkor azt eladogatom. Tudod, kicsit olyan wheeler-dealer szemszögből, bár akkor erről még nem is hallottunk. És akkor valahogy úgy lett egy kis kör, aki elkezdte hozzám hordani a járgányokat. És már 20 éve azt hiszem elévült, nyugodtan mondhatom, Schwarzba, mint a rossebb, tehát nyilván semmi nem volt. De akkor ugye elkezdtük építgetni, és aztán lettek alkalmazottak, lett nagyobb hely, akkor kiköltöztünk Heténybe, sokkal vállalkozóbb barát környezetet találtam itt, nem csak azért, mert eleve nagyobb terünk van, meg lehetőségünk, meg valahogy az emberek elfogadóbbak ezzel kapcsolatban, hanem itt egy nagyon jó szakmai közeg van. Tényleg, azt kell mondjam, hogy hosszú Hetény ebből a szemszögből Baranya megyében talán az egyik legjobb hely. Tehát itt nem csak az, hogy a szakmai tudás magas, az egyes emberek, tehát a partnerek, barátok, cimborák, hanem van egy olyan befogadó közeg is, tehát egy kifejezetten közösségi szemléletű befogadó közeg. Szóval én itt abszolút jól érzem magam. Sok olyan embert ismertem meg itt a faluban, akiktől lehetett tanulni, aki a vállalkozáson bedolgozik, ezt a gyönyörű Jaguárt is itt támasztottuk föl a semmiből. Azt kell mondjam, hogy például ezen olyan színvonalú lemezmunka lett elvégezve, amit hát, hogyha Magyarországot vesszük, nem biztos, hogy tudnék 20-30 olyan helyet mondani, ahol ezt a színvonalat képesek. Hosszú Hetényben van itt az egyik olyan színvonalú lakatos, aki ezt ilyen szinten elő tudta adni. De hogy most már lassan azt gondolom, hogy gyakorlatilag az összes munkafázis fényezéstől kezdve mindenfélét tudnánk helybe végezni, és szerintem ez egy nagy értéke a falunak, és abba bízok, hogy ez a jövőben is megmarad, tehát hogy ez a fajta szakmai jelleg, ami egyébként a világban kiveszőben van, nem tudom Zsolt, vannak-e ezzel kapcsolatos tapasztalataid, de szakember találni, ez egyre nehezebb, ez alól a mi kis közegünk se kivétel. Tehát egy jó fényezőt találni, egy jó kárpitos találni, egy jó ezt, azt, amazt. Tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy azok a működő tudásközösségek, amik létrejönnek, ami akár ebben a faluban is működik, az fönn tudjon maradni. Én Misada Benjamin vagyok. Én pedig Pandur Péter. 2 éve dolgozom ennél a cégnél. Pedig 1,5 éve. Nekem a végzettségem autószerelő. És annyival ad többet ez a műhely, mint hogyha elmennék egy márka szervizbe, hogy itt tanulok is. Tehát itt nem csak egy alkatrész cserélő vagyok, nyilván a munkafolyamatoknak minden részét látom, minden részében részt veszek. Járművérnök hallgató vagyok, egy elektromos oldtimer minimorisznak az átépítésében veszek részt, a hajtáslánc fejlesztésében és az elektromos architektúrának az analízisében is, ami a szakdolgozatom témájának is tökéletesen megfelel. Továbbá ugyanúgy van lehetőségem szerelni, illetve ugyanúgy látom a restaurálásnak minden egyes lépését. Mik az elképzelések a jövőre? Célok? Távlati? Hát ha 5 évvel ezelőtt kérdezed, akkor valószínűleg jobban tudtam volna rá válaszolni. Nagyon felkavarodott minden ezzel a villanyautós átalakulással kapcsolatban. Nem tudom, mennyire figyeled ezeket a dolgokat, jelenleg a Tesla önmagában többet ér, mint őt követő 10 legnagyobb autógyár a tőzsdén. Ami ugyancsak egy mondás, de azért egy elég erős mondás. Tehát azt gondoljuk, hogy bármennyire is szeretjük ezeket a járműveket, valahol a fosszilis energiaforrás és ez a fajta gépszerű szemlélet, ez kezd egy kicsit kimaradni az életünkből, és amilyen tempóval ez zajlik, a fene tudja, mi lesz. Mi évekkel ezelőtt elkezdtünk már egy projektet, ahol villanyautóval szerettünk volna öreg autókat átépíteni. Ezt
Neki látni nem azért láttunk neki, mert azt gondoltuk, hogy ez a jövő. Én 5 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy azért még foszilisra fogok közlekedni életem végén. Ma már egyáltalán nem lennék benne biztos. De elkezdtük, mert izgalmas. Mert ez egy izgalmas, ez egy szakmailag mindenképpen nagyon izgalmas, de emberileg is izgalmas. Tehát azért valljuk meg, a villanyautóban vannak olyan potenciálok, amik a foszilisből nincsenek. Tehát azért az azonnali nyomaték, az azonnali nagyon nagy nyomaték olyan autót eredményez, ami vicces. Tehát, hogy mindenképpen érdekel bennünket. Ugye mi építettünk már egy-két erős nyomatékos autót, építettünk versenyautót, mindenfélét, de kifejezetten érdekel minket gépészeti szempontból is, vagy ilyen geek szempontból is, hogy mit lehet kihozni a villanyautóból. Úgyhogy most zajlik egy ilyen projektünk, ahol minimalist építünk át, mindjárt 2. két kicsit eltérő szemszögből villanyautóvá, és hogyha sikerül, akkor a távlati célunk az, hogy létrehozzunk egy átalakító készletet, amit utána úgy tudunk a piacra bocsájtani, hogy bárki otthon megépítheti belőle a kis villanyautóját. Igyekszünk minél lejjebb tartani a költségeket, stb. Ezt majd meglátjuk, kimunkálódik, hogy mennyire fog ez beválni. Van egy kis követő közösségünk, körülbelül 1000 ember figyeli a világ minden pontján azt, hogy mi zajlik itt Hetényben villanyautós fronton. Én abban bízok, hogy ebből fel tudunk építeni egy olyan üzleti vállalkozást, ami akár hosszú Hetényben, hosszú távon is jelen tud lenni. Egy befektetőt tudunk hozni a faluba, és akár ki tudunk építeni egy olyan műhelyt, ami ilyen villanyautó, öregautó átépítéseket tudna végrehajtani. Nem csak minin, de miniből indulva, és ezt egy ilyen hosszú távú, stabil üzleti vállalkozást se tudnánk fejleszteni. Ez az egyik dolog, amin most dolgozunk, a másik az sokkal kevésbé üzlet, de azért kapcsolódik ez az egész történethez. Egy bohókás versenysorozatba szeretnénk részt venni, ami szintén a szakmánkból indul, de megpróbáljuk ezt valahogy úgy felépíteni, hogy kinyitni a hosszú hetényi közösség felé, vagy közönség felé. Úgy hívják ezt a versenysorozatot, hogy Cycle Kart. Ez a bicikli és a go-kart kapcsolata, de valójában nem bicikli, hanem motorbicikli. Motorbicikli kerekekkel épített go-kartokról beszélünk tulajdonképpen, ami a 20-as, 30-as évek versenyautóinak karosszériáját viseli. Tehát egy autóversenyt szeretnénk a faluba hozni, ami viszont nem igazán autóversenyt, tehát nem egy rally versenyt kell elképzelni, hanem nagyjából felére kicsinyített járműveknek a karikatúráját versenyautóba öntve. Egyen Honda fűnyíró motorral hajtva, tehát nem igazán a gyorsasági versenyzésről szól a történet. Inkább arról szól, hogy tisztelegjünk a 20-as, 30-as évek versenyautói az egész motorizációs kultúra előtt, és egy ilyen bárki által befogadható, bárki által megközelíthető bohókás versenyt rendezzünk hosszú Hetényben. Egyelőre ott tartunk, hogy itt szintén felépítettünk egy közösséget, van körülbelül 200 ember, aki érdeklődik, és körülbelül ez a 200 ember, ez 10 csapatot jelent. Úgyhogy szeretnénk a nyáron egy ilyen versenyt megrendezni hosszú Hetény környékén valahol, semmi egyéb konkrétumunk még nincs. Támogatási ígéreteink vannak, hál' Istennek a falu pozitívan fogadja ezt a dolgot, és abszolút minden segítséget megkapunk hozzá. Ha mi belerakjuk a magunk házi feladatát, akkor ebből is lesz valami idén. Ezek a terveink.